Oszlóban és ütóján is megemlékezéseket tartottak a nyolc éve történt norvégiai terror sorozat 77 áldozatának emlékére. Az oszlói kormányzati negyedben elkövetett robbantás helyszínén emlékművet emeltek. Az átadáson az akkori norvég miniszterelnök Jens Stoltenberg és a Norvég Munkáspárt ifjúsági szervezetének akkori vezetője fogadta az emlékezőket. 2011-ben egy szélső nacionalista, Anders Bering Breivik robbantott házi készítésű gépkocsiba rejtett pokolgépet a miniszterelnök irodája közelében. Nyolc ember vesztette életét és 209 sérült meg. Két órával később a Norvég Munkáspárt ifjúsági táborában a szigetén rendőrnek öltözze a résztvevőkre. A támadásban 69 ember halt meg és 110 sérültek meg. Breiviket 21 év börtőre ítélték, mely 5, -5 évvel meghosszabbítható ha továbbra is társadalomra veszélyesnek ítélik.